Újabb hőhullám érte el Magyarországot, a héten akár 40 fok is lehet, marad a rendkívüli asszály. Legalább 30-an meghaltak egy afganisztáni villámáradásban. Az amerikai Virginiában rendkívüli állapotot hirdettek az áradások miatt. Minden készen áll a 4 napos Szent István napi ünnepség sorozatra. A több száz program közötti tájékozódást telefonos applikáció segíti. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm nézőinket, Ábrahám Biola vagyok. Fokozódik a hőség és az aszály a következő napokban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a szárazsággal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy tragikus a helyzet. Az elszórt záporok eddig is kevés esőt hoztak, és azt is csak kis területre, így az aszály tovább súlyosbodott. A folytatás sem ígér sok jót, továbbra is alig várható csapadék. Már nyitáskor hosszú sorok voltak a Balatonszárszói strand jegypénztáránál. Aki csak teheti, víz közelében tölti az időt. Sokat iszunk, bekenjük magunkat, árnyékba próbálunk menni, így próbálunk védekezni a hőség ellen. Kenjük be magukat napteljel. Újabb hőhullám érte el Magyarországot, az idei nyáron már a sokadik. A következő napokban akár 40 fok is lehet. Ezért a szakemberek azt kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon, és fontos, hogy mindenki igyon sok folyadékot. Ha pedig valaki autóba hagyott gyermeket vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívószámot. Tragikus az aszályhelyzet, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Egy térképet is megosztottak, amelyen az látszik, hogy hol mennyi csapadék hiányzik. Előrejelzésük szerint a folytatás sem ígért túl sok jót. Hétvégére érkezik ugyan egy hideg front, amely mérsékli majd a forróságot, de csak kevés csapadékot hoz. Kiadós, országos esőzésre továbbra sincs kilátás. Emberemlékezet óta, vagy... Minden idők legnagyobb aszálya sújtja Magyarországot. Erről beszélt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora az M1-en. Gyurica Csaba szerint a szélsőséges időjárás miatt a mezőgazdaságban új technológiákra kell átállni. Ehhez szárazságtűrő növényekre van szükség, de jó hír, hogy ezek megtalálhatóak a világon egyedülálló magyar génbank készletben. Azok a növények, azok az állatok, amelyek alapját jelentik a új fajták előállításának, azok rendelkezésre állnak. Ez valóban mint egy bank, egy növény fajta esetében. Ezeket a fajtákat konzerváljuk, megőrizzük, a jövőnek fenntartjuk is. Ezek olyan növényfajták, amelyek a megváltozó klímafeltételekhez igazodva a nemesítés alapját jelentik új szárazságtűrő fajták előállításához. A kívüli aszály miatt több hazai folyó vízállása is rekord alacsony, néhány horgásztó pedig már teljesen kiszáradt. Óriási erőket emésztenek fel az erdőtüzek Európa szerte. A károk meghaladhatják az eddigi 2017-es rekordot is. Spanyolországban jelenleg is nagy területen küzdenek a tűzzel, Valenciában újabb 1200 lakosnak kellett elhagynia az otthonát. Tovább tomboltak az erdőtüzek a spanyolországi Valencia tartományban hétfőn. Újabb 7000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Egy nagyon bonyolult futótűzzel állunk szemben, amely a terepviszonyok miatt csak nehezen hozzáférhető. Emiatt a levegőből kell oltanunk. A pilótáknak azonban a füst nehezíti a látási viszonyokat. Így gondosan kell terveznünk, hogy biztonságban dolgozhassanak a szakemberek, mondta a tanács képviselője. Az erős, változó irányú szél miatt újabb 1200 lakost kellett evakuálni a területről. A helybélieket megviselte, hogy az éjszaka közepén kellett elhagyniuk az otthonaikat, gyakorlatilag abban a ruhában, amit éppen viseltek. Egy sportcsarnokban alakítottak ki számukra átmeneti szállást. Úgy tudtuk, hogy minden rendben, és egyszer csak menekülnünk kellett. Egy tűzoltó jött a házunkhoz, és mondta, hogy azonnal indulni kell. Összeszedtem a legszükségesebbeket, mondta ez az asszony. Nagy erőkkel vannak jelen a tűzoltók Aragóniában a Moncayo természetvédelmi parkot fenyegető 6000 hektáron pusztító tűznél is. Hétfő estére sikerült megállítani a tűz terjedését,
de a veszély még nem múlt el. Ezen a területen a hőség miatt bármikor újra fellobbanhatnak a lángok, mondta a tűzoltóság szóvivője. Azt is elmondta, abban bíznak, hogy sikerül minél nagyobb területet megmenteniük az erdőből. A kiürített 8 faluból 6-ba már visszatérhettek a lakók. Letaglózta őket a látvány. Minden teljesen elüszkösödött, fekete szén porborított mindent. Igazság szerint a döbbenet és a csodálkozás vegyes érzései kavarognak bennem, mert senki sem szeretné ezt látni. Ez a mi otthonunk, a föld, amit szeretünk, amely még a nagyszüleinké volt, ahol mindig is éltünk, ez az egész egyszerűen katasztrófa, mondta egy helyi férfi. Európában 2006 óta vezetnek pontos nyilvántartást az erdőtüzek okozta károkról. Egy friss előrejelzés szerint idén még a 2017-es rekordérnél is nagyobb erdőrészek veszhetnek oda. Az éveleje óta már csaknem 700 ezer hektáron égett le a növényzet Európában. Ez Magyarország területének mintegy 8%-a. A tüzek idén eddig Spanyolországban okozták a legnagyobb kárt, ahol már csaknem 260 ezer hektáron égtek le az erdők. Nagy-Britanniában egyre gyakoribbak a futótüzek. Tegnap Dél-Angliában riasztották a tűzoltókat egy ilyen miatt. A tűzben nem sérült meg senki, de a környéken élőktől azt kérték, hogy a nagy füst miatt tartsák csukva az ablakaikat, és az állatokat is elhajtották az érintett terület közeléből. Az elmúlt hetek futótüzei annyi munkát jelentettek a londoni tűzoltóknak, mint legutóbb a II. Világháborúban, amikor bombák zúdultak a városra. Legalább 31 ember meghalt, és csaknem 100-an eltűntek, és ugyanennyien megsérültek Afganisztán északi részén, miután a heves esőzések hirtelen áradásokat okoztak. A halottak között nők és gyerekek is vannak. Az Egyesült Államokbeli Virginiában pedig már rendkívüli állapotot hirdettek az áradások miatt. Medret vájt magának az árvíz ebben az afganisztáni faluban. Az erős sodrás házakat, hatalmas köveket sodort magával, azokat most buldózerekkel kell eltávolítani. Egész falvak tűntek el, a mentők sáros törmelékben keresik a túlélőket. Gorbánd völgyében az áradások számos falut elmostak, 29 ember meghalt, 92-en megsérültek, és több száz szarvasmarha is elpusztult, mondta Parvan tartomány katasztrófa védelmi hivatalának vezetője. A heves esőzések okozta hirtelen áradások, főleg a hegyvidék völgyeiben követeltek emberéleteket, amelyekben jellemzően szegényebbek élnek rosszul felépített házakban. Az egész falut elmosta az ár, több nő és gyerek is meghalt itt, panaszolta egy férfi. Hivatalos adatok szerint csak Parvan tartományban 100 embert eltűntként tartanak nyilván. Az afgán kormány segélycsoportokat és sürgősségi segélyt küldött az érintett területekre, de ez nem elég. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy előrejelzések szerint a következő napokban további esőzések várhatók Afganisztán 34 tartományának többségében. A heves esőzések és hirtelen áradások júliusban 40 ember életet követeltek. Az Egyesült Államok beli Virginiát is árvíz sújtja. Az államkormányzója rendkívüli állapotot hirdetett ki a heves esőzések miatti áradások által sújtott területeken. Fayette és Kanava megyében a Nemzeti Gárda is segítkezik. Az áradások több mint 100 házat, hidat és utat károsítottak meg. Több helyen az ivóvízrendszer is megrongálódott, és több mint 2000 háztartásban megszűnt az áramszolgáltatás. Egyes területeken 13 cm-nyi eső hullott. Három híd összeomlott, több házat elárasztott a víz, hatalmas a rendetlenség. Egész életemben itt éltem, de ez a legrosszabb, amit láttam, mondta egy helyi lakos. Több lábnyi sár tette járhatatlanná az utakat Smithers körzetében. Vannak településrészek, amelyeket még mindig nem lehet megközelíteni. Beszéltünk az emberekkel, azt mondták, hogy mindenki jól van, egyszerűen nem tudnak eljutni a házukba, mondta egy tűzoltó. Az előrejelzések nem sok jóval kecsegtetnek, egyes megyékben a napokban még több eső várható. Július végén a szomszédos Kentucky államban 25 ember, köztük 4 gyermek vesztette életét a pusztító áradásokban.
55 jelentkező részvételével elindult a szerződéses határvadászok képzése Nyírbátorban. A kormány 4000 új határvadász felvételéről döntött, ezért országosan 5 helyen képzik majd a határvadászokat. Tarcsa Csaba, rendőrvezér őrnagy azt mondta, a magyar rendőrség 2015 óta keményen küzd Magyarország közbiztonságáért, védik Európa határait. Hozzátette, eddig 12 000 feltartóztatás történt idén, annyi, mint tavaly egész évben. Nagyjából 260 esetben támadták meg kollégáinkat, tehát 260 hivatalos személy elleni erőszakban indítottunk eljárást a határőrizettel kapcsolatban, és olyan 38-40 kollégánk, és ide a honvéreket is beleveszem természetesen, történt személyi sérülése az ott szolgáltató teljesítő kollégáknak. Ezek az adatok egyértelműen mutatják az erőszakos jellegét, az illegális migrációnak és a növekvő tendenciáját. Egy pillanatra sem enyhül a migrációs nyomás a déli határon. Egyetlen nap alatt mintegy 1000-en próbálkoztak átjutni a kerítésen. Péntek óta több mint 3500 esetben intézkedtek a hatóságok illegális bevándorlókkal szemben. Hónapok óta egyre többen próbálnak Magyarországra jutni, ráadásul ősszel a mostaninál is több migránsra lehet számítani. Ezért is döntött a déli határzár megerősítéséről a kormány. Hétfőre virradó éjszaka a román rendőrök Nagylaknál találtak két török kis teherautó rakterében összesen 24 migránst. A fiatal férfiak a kerámia alapok között bújtak el, és Magyarországra tartottak. Rendszeresek az elfogások a román-magyar határon, néhány napja szintén Nagylaknál találtak 103 migránst egy kamionban. Az embercsempészek a nyári turistaforgalmat próbálják kihasználni arra, hogy az illegális bevándorlókat nyugatra szállítsák. A szerbiai SIT központja lassan sokkal jobban hasonlít egy közel-keleti város utcájára, mint egy európai belvárosra. Az éttermek teraszán afgán, szír és pakisztáni férfiak iszogatnak, dohányoznak és beszélgetnek. A migránsok miatt egyre jobban félnek a helyiek. Az idegenek betörnek a házakba, lopnak, sőt, rendszeresen megfenyegetik a nőket és az időseket. A mi környékünkön is nagyon sokan vannak, csak tengenek, lengenek, szemetelnek, kötözködnek. Már házakba is betörtek, a tulajdonosok alig tudták kizavarni őket. Rengetegen vannak, félünk tőlük, panaszkodott az egyik helyi asszony. Szerbiában a tavalyi duplája több mint 10 000 illegális bevándorló torlódott fel. Sokuk már többször megpróbált átjutni a magyar határzáron, eredménytelenül. A kudarcok sorozata pedig feszültséget szül. Szerbia nem jó hely, nem erre számítottam. Nem jók itt az emberek, és sokan is vagyunk, minél előbb el akarok innen menni. Már várnak a magyar határnál, ha átjutok, akkor visznek Ausztriába, háborgott egy fiatal migráns. A migránsok többsége az embercsempészekre vár, akiknek fejenként 4000 eurót, mint egy 1,5 millió forintot fizetnek, hogy átvigyék őket a magyar határzáron. Úgy tervezzük, hogy 3 nap múlva indulunk Magyarországon keresztül Németországba, Olaszországba vagy Franciaországba. Hallottam, hogy a magyar határt erősen védik, de akkor is megpróbáljuk, mondta egy afgán migráns. Állandó nyomás alatt tartják a migránsok a déli határzárat, ráadásul mindennapossá váltak az agresszív átkelési kísérletek. Az idegenek legtöbbször létrákkal próbálnak átjutni, és rendszeresen kövekkel, csúzlival és húsángokkal támadnak a rendőrökre és a katonákra. Péntek óta a magyar hatóságoknak több mint 2600 esetben kellett intézkedniük illegális bevándorlás miatt. Ráadásul a számok folyamatosan emelkednek, idén az első 7 hónap alatt már annyi migránssal szemben kellett intézkednie a hatóságoknak, mint tavaly egész évben. Ezért kezdődött el nemrég a 165 km hosszú biztonsági határzár megerősítése a magyar-szerb határon, ami a tervek szerint 6 hónap alatt készül el. A kerítés megerősítésére és magasítására szakértők szerint is nagy szükség van, ugyanis az előrejelzések szerint ősszel tovább romlik majd a helyzet, és új útvonalak kialakulására is számítani kell. Újabb orosz támaszpontot ráztak meg robbanások a Krím-félszigeten. Az orosz hatóságok szerint ezúttal egy tűzeset miatt kapott lángra a lőszerraktár. Ez alatt újabb rakétatámadás érte a zaporizsiai atomerőmű környékét is. Az orosz barát szakadárhatóságok szerint amerikai taraszkokkal hajtották végre a támadást. Volodymyr Zelenszkij megismételte követelését, az oroszok vonuljanak ki a zaporizsiai erőmű területéről. Az orosz elnök pedig a moszkvai biztonsági konferencián
azt mondta, a Nyugat megingatta az európai biztonság rendszerét, és ágyútölteléknek használja Ukrajnát. Gigantikus lángokkal égett a lőszerraktár a Krím-félsziget egyik legnagyobb katonai bázisán. Orosz közlések szerint a tűz a táborban ütött ki, és elérte az ideiglenesen kialakított raktárat is, ahol a lőszerek egymást követően óriási detonációt követően kaptak lángra. Tűz ütött ki egy közeli elektromos állomáson is, a lángokat itt is egy robbanás előzte meg. A lángok mindössze egy héttel azután csaptak fel a félszigeten, hogy detonációk rázták meg az orosz ellenőrzés alatt álló terület egyik legnagyobb légi támaszpontját, megsemmisítve 9 harci repülőt és végezve egy civillel. Egy fűtőanyagtároló és az erőmű hűtőrendszere volt a célpontja annak a nehéz tüzérségi támadásnak, ami a szakadár orosz barátvezetés szerint hétfőn érte a zaporizsiai atomerőművet. 25 robbanást rázta meg a nukleáris reaktorok környékét. A közlemény szerint a támadást ukrán területekről indították, és amerikai tarackokkal hajtották végre. Ez volt a második alkalom szűk egy hét alatt, hogy rakéták csapódtak be a területen. Múlt hét csütörtökön 5 detonáció rázta meg a környéket, aminek következtében le kellett állítani az erőmű egyik reaktorát. Az orosz külügyminisztérium felszólította az Európai Uniót és az Egyesült Államokat, haladéktalanul kényszerítsék Kijevet arra, hogy felhagyjon az atomerőmű elleni támadásokkal. Az ukrán vezetés tagadja, hogy ők támadják az erőművet. Oroszország nem hagy fel a zaporizsiai atomerőművel kapcsolatos zsarolással, folytatják a terület provokatív bombázását. Az erőmű területéről támadják a közeli településeket. Lőszereket és hadifelszereléseket raktároznak a létesítmény épületeiben, gyakorlatilag aláaknázták az erőművet, mondta az elnök. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség már hetek óta kéri a szemben álló feleket, engedjenek egy független szakértőkből álló küldöttséget az erőműbe, hogy biztosítsák a létesítmény biztonságos működését. Hétfőn az ENSZ főtitkársága is a misszió felállítását sürgette, és felajánlotta, hogy biztosítja az ahhoz szükséges infrastruktúrális feltételeket. A moszkvai diplomácia már a múlt héten jelezte, készek fogadni a nemzetközi csoportot, ám az ukrán fél ezt rendre megvétózza. Kijev ezt azzal indokolja, hogy egy ilyen kapcsolatfelvétel legitimálná az erőmű feletti orosz uralmat. Moszkva ezzel szemben azt állítja, a kijevi vezetés csak azért nem akar nemzetközi megfigyelőket küldeni Zaporizsjába, mert ott az ukrán rakétatámadások egyértelmű bizonyítékait találnák, ami a háborús bűnök vádjának árnyékát vetné Ukrajnára. Az orosz vezetés szerint az ukránok szisztematikusan célozzák az orosz kézre került különféle erőműveket és energetikai infrastruktúrát. A Herszon megyei Novokakovkánál található vízerőművet a múlt héten érte rakétatalálat, a 6 turbina fele megrongálódott az orosz barát hatóságok közlése szerint. Hétfőn pedig arról számolt be az orosz titkos szolgálat, hogy sikerült meghiúsítaniuk egy oroszországi olajvezeték ellen tervezett ukrán terrortámadást. Jerevánban 16-ra nőtt a vasárnapi robbanás halálos áldozatainak száma, 18 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A detonáció egy forgalmas piacon történt, olyan helyen, ahol tűzijátékokat, petárdákat tároltak. A hatóságok kizárták a merénylet lehetőségét, és vizsgálatot indítottak a gyúlékony termékek tárolása és a tűzvédelmi szabályok gondatlan megsértése miatt. Gyakorlatilag a megszűnés szélére került a Jobbik, ezt írta az Origo. A portál úgy fogalmaz, a bukott Jakab Péter szétveri a párt maradékát. A volt elnök tegnap azt jelentette be a közösségi oldalán, hogy a héten majd bejelent valamit. Sajtóhírek szerint új pártot alapíthat, amelyben volt jobbikosokat vinné át. Tudjátok, ott, ahol egy ajtó bezárul, ott kinyílik egy másik. Így kezdte Jakab Péter azt a videót, amely hétfőn jelent meg a közösségi oldalán. Sajtóhírek szerint a Jobbik volt elnöke augusztus 20-án jelentheti be, hogy új pártot alapít, miután csütörtökön kilépett a Jobbikból. Igaz, nem magától, erre Gyöngyösi Márton jelenlegi elnök szólította fel elődjét, mert szerinte, idézzük, Jakab Péterből szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző politikus lett, akiből a közélet mémeket gyárt.
Nézze, a borsodiak ezt küldik önnek. A Jobbikon belüli konfliktus azután fajult ideig, hogy a Jobbikra nézve megsemmisítő erejű választási vereség után több súlyos botrány robbant ki a pártban. Az elmúlt időszakban a Jobbik kapcsán volt szó szexuális zaklatásról, hűtlenkezelésről, de akadt egészen a személyeskedésig fajuló nyílt színi veszekedés is. Azt gondolom, hogy Enikő fejezik ezt be. Nem, Anita, szeretném tudni azt, hogy te most egy provokációt rendeztél. Múlt hétfőn Jakab Péter legfőbb bizalmasa, Molnár Enikő egy jobbikos miskolci rendezvényen az utcán esett neki Potocskáné Kürösi Anita elnök helyettesnek, akit Jakab Péter megbuktatása mellett azzal vádolt, hogy információkat szivárogtat a sajtónak. Most is volt egy oka, miért ezt a levelet megírtam. Ez a miskolci őrjöngés volt. Gyöngyösi Márton az ATV-ben arról beszélt, Jakab Péter bizalmasának miskolci akciója volt az utolsó csepp, ami miatt a pártelnöki, majd a frakcióvezetői posztot elbukó volt elnöknek a pártból is távoznia kellett. Csak hogy az elmúlt napokban több alapszervezet is jelezte, hogy követik Jakab Pétert. A bukott Jakab Péter szétveri a Jobbik maradékát, kedden ezzel a címmel közölt cikket az Origó. A portál úgy fogalmaz, az egykori elnök a zaklatási botrányba keveredett Földi István segítségével vinné magával a szabolcsi szervezeteket. Az Origó szerint a szabadrablást az új pártvezetés tétlenül nézi. Az elmúlt években LP képviselőként dolgozó Gyöngyösi Márton ugyanis a tagság egy részét nem is ismeri. Az Origó hozzáteszi, a Jobbikot ezzel újabb szakadás fenyegeti, amivel a párt akár a megszűnés szélére is kerülhet. Azt már a Magyar Nemzet vette észre, hogy az Érpataki, az Újfehértói és a Nagykállói jobbikos Facebook csoportok oldala is a Néppártyán logóra váltott. A három profil augusztus 12-e, vagyis Jakab Péter kilépése óta a Jobbik arculati elemeit elhagyva üzemel. A portál arról is ír, hogy jó eséllyel a kelet-magyarországi tagság egy része is Jakab Péterrel tarthat. Pár napja pedig a Jobbik Pest megyei elnöke jelentette be kilépését. Az én paprikás lombom elkészült. Közben Jakab Péter távozásával nem csak az alapszervezetek egy részét, hanem egy parlamenti mandátumot is elveszít a Jobbik. A volt elnök egykori párttársai felszólítása ellenére egyértelművé tette, hogy nem adja vissza képviselői helyét. Jakab Péter mindezt azzal magyarázta, hogy a mandátumot nem a Jobbik saját, hanem a baloldal közös listáján szerezte. Több száz program közül válogathatnak az érdeklődők az idei Szent István napi rendezvénysorozaton. Borbás Marcsi, a Szent István nap egyik nagykövete a közmédiában elmondta, Budapesten augusztus 18-a és 21-e között több mint 20 helyszínen várják a látogatókat. Egyebek mellett a Magyar Ízek utcáján, ahol az érdeklődők megkóstolhatják a Kárpát-medence kézműves termelői által készített ételeket is. Hozzátette, családi és gyermekműsorokkal, könnyű és komoly zenei koncert, valamint előadásokkal is várják a látogatókat a fővárosban. Helikopterek hangjától volt hangos Budapest központja hétfőn. Az augusztus 20-ai légiparádé főpróbáját tartotta a Magyar Honvédség. Az egyórás légiparádét a Szent István napok részeként szombaton reggel 9 órától láthatja majd a Duna felett a közönség. A bemutatón a Honvédség valamennyi géptípusa részt vesz. Megjelennek majd a helikoptereken kívül a Gripen vadászgépek, a kiképző és utasszállító gépek is. A Várkert bazárban idén is megnyílik a Szent István napi rendezvények gasztroközpontja, a Magyar Ízek utcája. Többek között meg lehet majd kóstolni az ország tortáját, amely címet idén egy nagykőrösi cukrászda tortája nyerte, ami a Huncut Szilva herceg fantázia nevet kapta. A Magyar Ízek utcájában olyan 40 és 50 ezer szelet között készülünk, úgyhogy azért ezt el lehet gondolni, hogy 40 ezer kis dísz, 40 ezer kis apró dolog kell ahhoz, hogy elkészüljenek ezek a torták. De országszerte egyszerűen meg sem tudjuk satszolni, hogy körülbelül ez hány szeletet jelenthet. A fővárosban több mint 20 helyszínen több száz program várja majd az ünneplőket. A Szent István napi rendezvényeken családi és gyermekműsorokkal, könnyű és komoly zenei koncertekkel várják a látogatókat. A tájékozódásban egy telefonos alkalmazás is segít. Szóval van egy klassz applikáció, a Szent István nap, amit regisztráció nélkül és ingyenesen le lehet tölteni. Aki tavaly ezt letöltötte, csak rá kell frissíteni, és minden program megjelenik. Még az is megjelenik, hogy hol, melyik csárdában milyen ételeket lehet kóstolni, mennyiért. Tehát mindent be tudunk jelölni, és akkor
tudunk sakkozni a fontos, számunkra fontos programokkal. Az államalapítás ünnepéhez idén is 4 napos programsorozat kapcsolódik. A közmédia is kiemelten foglalkozik majd az augusztus 20-ai eseményekkel, kora reggeltől késő estig az állami ünnepségekről és a családi eseményekről is folyamatosan tudósít az M1, a Duna, az M5 és a Kossuth Rádió is. A várhatóan óriási tömeget vonzó budapesti tűzijátékot pedig 21 órától közvetíti élőben a Duna. A Balaton legszebb panorámáját nyújtja a szép kilátó Balatongyörökön. A könnyen megközelíthető magaslatról a Tapolcai medence tanúhegyei is látszanak. Ott van Németh Zsolt. Zsolt, miért érdemes még ellátogatni erre a kilátóra? Soha nem láttam még ehhez hasonló gyönyörű tűneményt, ezt még Eötvös Károly mondta 1855-ben, mikor először megpillantotta az itteni látványt. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. 140 méter magasan vagyunk egy egykori kápolna dombon, ami egy régi domonkosrendi kolostor létére utal. A kolostor már nincs, a látvány viszont a régi. Meg tudjuk mutatni kedves nézőinknek, a Tapolcai medence tanúhegyei sorakoznak a Szentgyörgy hegytől egészen a Badacsonyig, de látszik itt Csobánc, a Gulács, a Tóti hegy, a Haláp, a Somló hegy, és akár még a Sághegyet is láthatjuk, és ott van Szigliget vára fent a domb tetején, tehát valóban a Balaton legpazarabb látványa látható innen. A déli parton ellátunk még bőven Fonyódon túl, az egész keszthelyi öböl a Balaton nyugati medencéje belátható, és itt a közelben egyébként még római kori villaromokat és egy forrást is találhatunk, tehát ha valaki nem elégszik meg a szép kilátó nyújtotta látvánnyal, akár még egy ilyen élményben is lehet része. Éppen Eötvös Károly adta egyébként 1855-ben ezt a nevet a kilátónak, amely nagyon könnyen megközelíthető. A 71-es főút mellett vagyunk közvetlenül, ingyenes parkolóval, illetve kerékpárral is meg lehet közelíteni, és nagyon sok környékbeli gyalogos túra útvonalnak is része a szép kilátó, amit nagyon-nagyon szívesen ajánlunk mindenkinek, érdemes ide ellátogatni. Németh Zsolt, köszönjük szépen! Még mindig lehet szedni angol levendulát a Kőrös hegyi levendulásban. Lassan véget ér az idei szüret, de még most is érdemes elmenni, hiszen a levendula például a szúnyogok elriasztására is jó. Komáromi Krisztát kapcsoljuk. Kriszta, mire jó még a levendula? Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Így van, az angol levendula szüretelhető még egy olyan másfél hétig, ilyen csinos kis csokrokat is köthetünk belőle, de természetesen ezeket a már félig megszáradt virágokat be is tehetjük, akár így a szekrénybe, de betehetjük vászonzsákba, és akkor úgy a szekrénybe. Számtalan felhasználási lehetősége is, mert itt a levendulásban már elkészültek a friss levendula szörpök mindenféle egyéb gyümölcs ízesítésével, de van kifejezetten itt, amit most éppen kollégám mutat, levendulából, csak levendulából készült szörp, illetve vannak még különböző gyümölcs ízesítésű lekvárok is, természetesen mindenben van levendula, aztán levendulás méz, levendulás illóolajok, levendulás víz, amik, ahogy te is említetted, igen jók szúnyogcsípésre, kisebb hámsérülések kezelésére, vagy éppen egy pattanás kialakulásának megelőzésére, sőt az illóolaj még tulajdonképpen a fejfájásra, gyengébb fejfájás elmulasztására is jó. Itt a levendulásban, ahogy mondtam az elején, augusztus 28-áig, tehát jövő hét vasárnapig lehet még szedni levendulát, de a bolt utána is, amíg jó idő van, nyitva tart, és az októberi időszakban pedig elkezdődik a tulipánhagyma vásár itt a levendulásban, hogy jövő tavaszra ne csak szép levendulák és illatos szekrények, hanem gyönyörű tulipánok is legyenek otthon. Komáromi Krisztal köszönjük szépen! Folytatódik a nyarai itthon a közmédia turisztikai műsora. Molnár Csilla Moson-Magyaróváron járt, ahol Koller László művész nevén Kuka MC rapper vezette végig a városon. Moson-Magyaróvár az ország nyugati kapujában, az osztrák és a szlovák határ közelében helyezkedik el. Egyetemi város, az Óvári várban működik felsőoktatási intézménye. A település már a római korban is lakott volt, akkor még az Ad Flexum nevet viselte. Yeah! Hello! Üdvözöllek Győr-Moson-Sopron megye harmadik legnagyobb városában, Moson-Magyaróváron, a szülővárosomban, ahol már egyébként a gyerekek a cumisüvegből is magukba szívják a víz szeretetét, hiszen itt találkozik a Mosoni Duna meg a Lajta. Legfontosabb dolog a városról, hogy turisztikai vonzereje a termálvíz, a termálfürdő. A Flexum termálgyógyvizét mozgásszervi, gyomor és bélbetegségek gyógyítására alkalmazzák.
Európa 5 legjobb hatásfokú gyógyvize közé tartozik. Víz után beszélünk egy kicsit a tűzről, ugyanis itt van ebben a városban egy tűzoltó múzeum is, ami a megye múlt század közepétől kezdve az összes tűzoltósággal kapcsolatos dolgát bemutatja. Ez izginek hangzik. A múzeumot a város tűzoltói rendezték be. A kiállítás teljes képet ad a tűzoltóeszközök fejlődéséről és változásairól. Szerinted mennyi idő alatt készülnénk el, ha most riasztás érkezne? Hát reméljük, nincs nagy baj. Szerintem egész jók voltunk, viszont most vissza kéne térni a vízhez. Jó, engem már kivert. Bemutatom neked Totót, ő lesz a túravezető. Csáó, sziasztok! Olyan vízi csúszdára foglak titeket elvinni, ahol még biztos nem jártatok. Készen vagytok, akkor mehetünk is. Biciklivel? Lajta zsilipig biciklivel, onnan pedig vizet. Moson Magyaróváron kerékpáros túrákat, vízi túrákat és kombinált bike and boat túrákat is kipróbálhatunk. Lajta! Azaz. Szépen egyszerre, hosszan előre. A Lajta vízi túrát a Malomági Lajta csatornán való leelvezés teszi felejthetetlenné. Hazánkban eddig csak kevesek által ismert, új típusú vízi túrás élmény vár azokra, akik Moson Magyaróvára látogattak egy kajaktúra kedvéért. Előttünk látható a főhercegi, vagy más néven uradalmi malom. Uvar, hát hadd mondjam el neked, hogy itt nem emelkedtem föl. Igen? El. Igen. Hoppá. Egy szürke gém is amúgy. Ő a csúszda gémje. Ő mindig ott várja az összes csapatot. Jaj, de és jó. És bal oldalt több száz éves malom követ. Jó! A várost átszelő malomági lajtát korábban a molnárok tartották rendben. Miután a régi malom bezárt, a folyó gazdátlanná vált, hordalékok rakódtak le benne. 2013-ban azonban kitakarították a folyó medrét, és azóta egyre népszerűbb vízi turisztikai útvonal. Vannak a part mentén zöldségesek, húsbolt, van, hogy hajóval megyek el bevásárolni, ki lehet menni egy fagyira, kávéra, visszaülni és menni tovább élvezni a vizet. Ha Moson Magyaróvárra látogatunk, igazi vízi kalandokra számíthatunk, a város pedig számos élményt tartogat számunkra.